Sikerült megszüntetni a természet zavaró jelenlétét. Mögöttem látható nagy büszkeségünk a fertőtavi nagy fal, ami a berlini... Litkai Gergely humorista az év elején vicces, vagy inkább tragikomikus videóban beszélt az évekkel ezelőtt bejelentett, elindult, leállított, majd úgy tűnik újrainduló fertőtavi beruházásról. Távol tartsa! Miután a magyar állam két pert is vesztett a Fertőtó Barátai Egyesület és a Greenpeace Magyarország ellen a környezetvédelmi működési engedély ügyében, nemrég csökkentett tartalmú beruházásra írtak ki közbeszerzést, ám aztán mégis az eredeti változatlan tartalmú tervekre adott ki környezetvédelmi engedélyt a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal. Az egész közbeszerzésnek a kiírása ez egy úgynevezett fertőpart mesterterven alapszik, ami egy 81-2 oldalas dokumentum, ami a közbeszerzési dokumentáció szerint már augusztus 24-én készen volt tervekkel együtt. Tehát így azért elég furcsa, hogy október 4-én meg azt ígérik az UNESCO-nak, hogy újra gondolják, és őket is bevonják a tervezésbe. De ezt még azt mondom, hogy alapvetően lenyeljük, mert hát így működik a társadalmi egyeztetés jelen pillanatban Magyarországon. A csavar a történetben itt jön. November közepén megjelent a környezetvédelmi működési engedély a beruházásra, az eredeti tervekre. Nem a módosítottakra, amikre a közbeszerzés szól, hanem az eredetiekre. Kun Zoltán szerint valószínűleg megtámadják az újonnan kiadott engedélyt. Erre elvileg december 17-éig van esélyük. Tómederben ugyanis nem lehet olyan épületeket építeni, amik nem vízi létesítmények, már pedig egy hotel, egy apartman, egy ökocentrum nem az. Az pedig maga az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság is elismerte, hogy részben a mederben építkeznének. Akár csak az egész projekt, a körbekerített terület sem átlátható, hangsúlyozza a Fertőtó Barátai Egyesület elnöke. Munkálatok legalábbis látszólag nem zajlanak a kerítés túloldalán. A leginkább bosszantó ebbe az, hogy nem lesz egy szabad tófelület, ahol ki lehet menni sétálni, esetleg pihenni, napozni. Tehát vagy a szállodába tud menni, apartmanházakba tud menni, ökocentrumba, strandra, de ez mind belépő jegyes, tehát egyáltalán nem a köz számára készül. A Greenpeace Magyarország még mindig reménykedik abban, hogy bevonják őket a tervezésbe, de azt is vizsgálják, hogy hol tudják megtámadni a mostani döntést, mondja a szervezet természetvédelmi szakértője. Nem csak a kicsi területre szól ez az engedély, amit a kormányhivatal kiállított, hanem ugyanarra több mint 70 hektárra, ami az eredeti tervben szerepelt. Úgyhogy egyrészt várjuk, hogy ezt helyre rakják, másrészt pedig arra is várunk, amit ígértek, hogy mind a helyieket, mind minket bevonnak a tervezési folyamatba, mert az az érdekessége ennek a közbeszerzésnek, hogy tervezésre, engedélyezésre és kivitelezésre együtt kell pályáznia annak, aki ezen a közbeszerzésen indul. A kikötőt jövőre akarják átadni, de egyelőre megközelíthetetlen, még odavezető út sincs. Egy tavaly őszi kormányrendelet értelmében a projektért felelős állami cég 2022 végén több más állami vállalattal egyetemben megszűnt. Feladatát az Építési és Közlekedési Minisztérium vette át. Kerestük a minisztériumot is, azonban ez idáig nem kaptunk választ. Kónya Rita, Euronews, Fertőrákos.